Az Európai Unió tudja, hogy Ukrajnának sürgősen rakétákra és lőszerre van szüksége. Mivel Oroszország nem akarja leállítani a háborút, ezért továbbra is meg kell védenie területeit. Jelentette ki Josep Borrell az Európai Unió külpolitikai és védelmi főképviselője az uniós miniszterek luxemburgi sajtótájékoztatóján. Elmondhatom, hogy a támogatásunk teljes volumene már meghaladta a 13 milliárd eurót, és ez csak a katonai segítségre vonatkozik. Továbbra is teljesítjük kötelezettségvállalásunkat, hogy egy millió tüzérségi lőszert és rakétát szállítunk Ukrajnába. Kidolgoztuk a támogatás három mechanizmusát, a munka folytatódik, mondta Joseph Borrell. Az uniós diplomácia vezetője megjegyezte, hogy Ukrajna eddig több mint ezer rakétát és bizonyos számokat lövedéket kapott a bloktól és a szám folyamatosan növekszik. A mechanizmus második lépése újabb 1 milliárd euró lőszerre. Bár voltak némi nézeteltérések, a háború azonban folytatódik. Nem várjuk meg az egyeztetett jogi dokumentum véglegesítését, hogy elkezdhessük a munkát. Minden készen áll a végrehajtásra, amint elkészülnek a dokumentumok. Hangsúlyozta Joseph Borrell. Antonio Guterres ENSZ főtitkár levélben tett javaslatot Vladimir Putyin orosz elnöknek, hogy előreléphessenek a Fekete-tengeri Gabona szállítási megállapodás módosítása, meghosszabbítása, illetve kiterjesztése érdekében. Közölte hétfőn a világszervezet helyettes szóvivője. Farhan Hak elmondása szerint Guterres javaslatát abban a levélben vázolta fel, amelynek kézbesítésére a New Yorkban tartózkodó Szerhely Lavrov orosz külügyminiszter Kérte meg. Moszkva korábban már jelezte, nem kívánja a május 18-ai határidőn túl meghosszabbítani az ENSZ és Törökország közvetítésével, tavaly júliusban született megállapodást. Oroszország ennek kapcsán arra hivatkozik, hogy nem teljesítették a saját gabona és műtrágya exportjával kapcsolatos követeléseit. Az orosz hadsereg fő erőfeszítéseit Bakhmut, Avgyijivka és Marinka elleni offenzívák lebonyolítására irányítja. Az elmúlt 24 órában a védelmi erők 43 támadást vertek vissza a front ezen területein. A legádázabb harcok Bachmutért és Marinkáért folynak, áll az ukrán fegyveres erők vezérkarának közleményében. Az elmúlt 24 órában az ellenség 6 rakéta és 62 légicsapást, 70 támadást hajtott végre rakétarendszerekből. Továbbra is magas a valószínűsége annak, hogy Ukrajna egész területére rakéta és légi Kapásokat indítanak. Az orosz megszállók, hogy sebesültjeiknek orvosi segítséget nyújtsanak az ideiglenesen megszállt Luhanszki régió településein található egészségügyi létesítményeket használják. Hruszálnyi városában a megszállók katonai kórházat telepítettek a városi kórház területére. Az elmúlt nap során az ukrán fegyveres erők légiereje Kilenc csapást mért a megszállók személyi állománya és katonai felszerelései telephelyére, légvédelmi rakétakomplexumra és az ellenség két fontos katonai állomására. Az orosz megszállók több mint 70 oroszországi táborban tartják az ideiglenesen megszállt ukrajnai területekről deportált gyerekeket. Ugyanakkor folyamatosan átszállítják a kiskorúakat, hogy Kijev ne tudja meg, hol vannak a gyerekek, jelentette ki Darina Herasimcsuk, Ukrajna elnökének gyermekjogi képviselője április 22-én a Nemzeti Telemaraton adásában. Az elnök képviselője hozzátette. Már megerősítés nyert, hogy csak nem 19.400 kiskorú ukrajnai állampolgárt hurcoltak el az oroszok. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a hivatalos adatok jelentősen eltérhetnek a valódiaktól, hiszen nem minden gyermekrablás esete ismert. Herasimcuk hangsúlyozta, hogy az oroszok úgynevezett orvosi vizsgálatokat szerveznek a deportálások előtt. És miután hirtelen furcsa és szörnyű diagnózisokat állapítanak meg, az Orosz Föderációban ajánlanak kezelést. A gyermekjogi biztos megjegyezte, hogy az oroszok így módon ejtik fogságba a gyerekeket. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyermek megutálja a szüleit. Azt a gondolatot kényszerítik a gyerekekre, hogy szüleiknek, rokonaiknak már nincs szükségük rájuk. Foglalta össze Csuk. A nemzeti multidisziplináris tesztelés lebonyolításához 31 ország 49 városában hoztak létre ideiglenes vizsgapontokat, és eddig 16 ezer végzős jelezte, hogy külföldön kíván részt venni a vizsgán, közölte Oksen Liszové, Ukrajna oktatási és tudományos minisztere a telemaraton adásában. A regisztráció még folyamatban van. Két hét alatt 160 ezeren hozták létre személyes internet oldalukat, és 16 jelezték, hogy külföldön szeretnének részt venni a tesztelésen. Ideiglenes vizsgapontok működnek Németországban, Lengyelországban, Magyarországon, összesen 31 ország, 49 városában állnak rendelkezésre, foglalta össze az oktatási miniszter. Oxen Liszové elmondása szerint idén megközelítőleg ugyanolyan aktivitást tapasztalható a tesztelésben való részvételt illetően, mint a korábbi években. Emlékeztetett arra is, hogy a jelentkezők három tantárgyból vizsgáznak, főtantárgyak az ukrán nyelv és a matematika, a továbbiakban pedig ukrajna történelme, idegen nyelv, kémia, fizika és biológia közül választhatnak. A regisztráció a nemzeti multidisziplináris tesztelésen való részvételre május harmadikáig tart.